Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Itt látható egy park, és ebben a parkban egy szerelmes pár. Ez a hölgy téged szimbolizál, ha te egy nő vagy, a férfi pedig utal a társadra, vagy a férfiakra. Ez a kép jelenti a te érzelmeidet, és itt a hölgyekről van szó. Megvan ez a kisugárzás, a vonzalom, a jó kedv, tisztán látod a dolgokat, vagy vele szeretnél tisztázni valamit. Azon kívül a nap megvilágítja őt, láthatóvá teszi őt, és ez azt jelenti, hogy te szeretnéd őt látni. Hogyan érzi magát ez a férfi? Itt a park jelenti a nyilvánosságot, hogy ő szeretne a nyilvánosságon találkozni veled. Ez a nyilvánosság, az jelenti az elismeréseket is, tehát fontos számára, hogy ő álljon a középpontba, mindenki csodálja őt, hogy megkapja az elismerést. Az ő gondolatai. Itt látható a horgony, és ő le akar ebben a párkapcsolatban horgonyozni, kell számára a biztonság érzete. Amit a horgony még jelent, az a munka, a hivatás, tehát ezek a dolgok is foglalkoztatják őt a gondolataiban. És mire gondolsz te? Itt a halak jelentik az anyagiakat, persze a munkát, a hivatást is. Ezek a témák foglalkoztatnak téged. Ami kettőtöket illet, a halak jelentik a belső értékeket, hogy ez a férfi értékes számodra, vagy elvárod azt, hogy ő is értékeljen téged, és megkapd a megbecsülést. Milyen külső hatások lesznek nálad? Itt a gyűrű jelenthet bizonyos kapcsolatokat, esetleg szerződéseket. Arra is utal a gyűrű, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Milyen külső hatás van nála? Itt az egerek felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát nem engedi ő azt meg, hogy valaki befolyásolja őt, nincs külső hatás. Mit fog tenni? Mozgásba jön, közeledik hozzád, találkozni akar veled. Ez a kép lehet, hogy tervez veled egy utazást, lesznek változások. És hogy viszonyulj te hozzá? Légy magabiztos, ezt mutatja a kulcs. És vedd kezedbe ezt a kulcsot, zárj le bizonyos témákat, és légy nyitott vele szemben. Ebben a parkban van itt egy szökőkút, és mutat a jövőre. Mi várható a jövőben? Ez a gólya, ez jelenthet egy kisbabának a születését is. De általánosságban utal változásokra, gyakran költözködésre. Tehát lesznek nagyobb változások körülöttetek. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!